Kezdődik a Frontember. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk Georg Spötle az Egyesült Arab Emirátusokból. Szervusz, köszöntünk ma is a műsorban. Szia, nagyon azt hittem, azt mondom, az Egyesült Államokból. Majd, hogy nem. Mert azért az ember kimegy az utcára, egy kicsit ilyen Dél-Kalifornia vagy Florida érzése van, ugye a jó autópályák, széles utak, hatalmas parkolók, és hát a legtöbb amerikai autó itt az utakon van, úgyhogy én mondom, kicsit olyan, ha nem az utcatáblákat nézed, olyan érzésed támad, mint hogyha valahol, nem tudom, Miami-ban beszólnál. Na, majd mindjárt kifaggatlak. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és Georg csatornájára is, ahol számos exkluzív tartalmat találnak, ennek a részleteit megtalálják a videónk leírásában. Ma beszélünk majd többek között Putyin és Erdogánnak a találkozójáról, aztán elvileg Kim Jong-un észak-koreai diktátor is Moszkvába látogat Putyinnal egyeztetni, ezt is megbeszéljük majd, illetve sajnálatos módon katonai nyilvántartásba vehetik az ukrán nőket. Ezek lesznek a mai témáink, de akkor kezdjük talán Abu Dhabival, hogy most ott tartózkodtok jelenleg, de nem ez az egyetlen állomásotok, több héten át lesztek távol, vagy hát lehet, hogy több hónapon át is. Hát úgy tervezem, vagy több hónapon. De azért egyszer gondolom visszajössz, legalábbis nagyon reméljük. Már most írták a hallgatók, hogy hiányzol, de a meglátjuk. Jó utat. Igen. Most hol vagytok, mit csináltok, és hogy érzed magad? Hát Abu Dhabiban vagyok éppen, és hát remekül érzem magam. Mondom, ami kicsit így zavarom mondjuk budapesti léptékekhez képest, vagy akár még azt mondom, hogy New Yorkihoz is képest, hogy iszonyatos távok vannak. Tehát itt nem olyan, hogy hoppá, leugrok a kisboltba, mert elfogyott a tej, hanem ilyenkor beülsz az autóba, és mész egy fél órát, amíg találsz egy boltot. Szóval brutális távolságok vannak. Tehát tényleg nem az, hogy most elmegyek itt sétálni egyet a közelbe, és közben megkávézom, meg beszerzem, amit kell. Tehát ez tényleg olyan mondom, mint mondjuk Los Angeles, ahol autó nélkül halott vagy, és nincsenek emberek az utcán, tehát ez a furcsa, ilyen kicsit zombi apokalipszus érzésed van, mert úgy nem sétálnak az emberek, mondjuk jó 43 fokba, persze ki szeret sétálni, hát max a budapestiek a lezárt rakparton, ugye a hétvégéken, haha, ez volt itt a csipkelődés helye, de amúgy tényleg, tehát brutális meleg van napközben. Este már kellemesebb, akkor azért már az emberek kimennek egy kicsit futni, vagy bringázni itt a kornisra, a tengerparti útra, amilyen több mint 10 kilométer hosszan húzódik. Tehát akkor már klassz, de nappal tényleg, mondom, extrém a meleg. De azért gyönyörű dolgok vannak, tehát megnéztem a Sheikh-Zayed mecsetet, ami fehér márványból készült teljességében, és egy olyan csodálatos szőnyeg van benne, amit 1200 szőnyegszövő készített Iránba, egy darab szőnyeg, tehát az egész mecsetet, tehát nem az, hogy összerakták darabokból, és amikor kész volt, akkor helikopterrel hozták ide a helyszínre. Úgyhogy köszi, hogy kicsit meghirdetted a YouTube oldalamat, mert tettem is fel ott felvételeket a mecsetből, mert valóban nagyon-nagyon látványos voltam a datoja piacon, ami szintén kihagyhatatlan, hogy az ember itt jár és szereti a friss datóját. Tehát a helyi, a szaudi, iraki, tehát több országból érkezik a datója, mindent meg lehet kóstolni. Ugye egész más a friss datójának az íze, mint amit úgy otthon kapunk, általában így karácsony előtt szoktunk venni, vagy van, amikor csinálom ezt a jó német rumtopfot, amiben beledobálok datóját is más gyümölcsök mellé, és utána feltöltöm az egészet rummal, és beállok a karácsony falat, mint a gerejtől, amúgy ez ilyen kedves német szokás, ápolom mind a mai napig, hanem tényleg a friss datója az nekem, mint gyerekkorom óta egy csoda, emlékszem, amikor egyszer a nagybátyám hozott nekem friss datóját Egyiptomból, tehát ami még ilyen zöldes, sárga, és úgy harsog a fogad alatt, és így nagyon jellegzetes, nagyon klassz íze és illata van, és akkor ez úgy bennem maradt, lehet, hogy ezért is szeretem, és én is vettem egy kis tálkával magamnak, megvettem nagyon finom datója szirupot, ami tökéletes például akár amerikai, akár magyar palacsintára, vagy wafferre, hogyha készítesz ilyen, hogy hívják ezt magyarul, belga waffer, van a magyar neve? Gofri, igen, magyarul gofri, igen, tehát a gofrira is tehetsz rá, tehát valamilyen csodálatos, meg mit vettem még, csilis és borsos kesudiót, ami valami isten, tehát el lehet itt ropogtatni esténként, miközben mi más nézzük, mint az orosz tévét, angolul, ugye az RT, tehát értesülsz mindig a friss dolgokról. Tegnap is körülbelül élőben lehetett látni Putyin és Erdogán elnök uraknak a bejelentkezését, ami azért ugye nagyon hasznos akkor, hogyha az ember külpolitikával foglalkozik. Akkor beszéljünk erről, Szocsiban zajlott ugye Putyin és Erdogán találkozója, először ott volt velük a stábjuk is, a delegáció, ezt követően pedig a két ország vezetője egy munkaebéd mellett folytatta a beszélgetést, de immáron szűk körben, és ugye ez a mostani találkozó elsősorban a gabona megállapodás kérdéséről szól. De
hogy látod, milyen eredményt sikerült elérni? Hát jelen pillanatban még semmiet, de Erdogan elnök úr nagyon pozitívan nyilatkozott este még a világ sajtónak, hogy azért ő még nem teljesen pesszimista ez ügyben, és hogy igyekszik azért Putyin elnökkel kieszközölni azt, hogy ez a gabona megállapodás, ami ugye azt akarja, hogy ukrán hajó gabonával szabadon elhagyhatják a fekete-tengeri kikötőket, és ezt a gabonát, ami a nyugati narratíva, hogy ugye az éhező afrikaiaknak szánják, hát azért ez egy kicsit sántít, mert ugye mindössze 2%-a megy valóban az éhező országoknak, például Szomáliában, ahol ugye nagyon hosszú ideje polgárháború van, ott van az iszlám államnak hűségesködött El-Shabaab és más terrorszervezetek, akkor ott van a Közép-Afrikai Köztársaság, ahol szintén már hosszú évek óta nincs nyugalom, de megemlíthetném Zimbabwét, amit ugye még Mugabe elnökség alatt tettek tönkre és nulláztak le gazdaságilag, ugye az új kormánynak hát nagyon-nagyon nehéz feladata van, hogy azt a gazdaságot, amit tényleg Mugabe korrupcióval, lopással teljesen tönkrevágott, újra felépítsés egy élhető ország legyen a zimbabwei lakosoknak. Akkor megemlítette még Eritreát, ahol szintén ugye a folytonos politikai nézeteltérés a pártok között összecsapásokhoz vezet, sőt, a polgárháborús helyzetet is szinte meg lehet említeni, hogy annyira elfajulnak a nézeteltérések, hogy összecsapások vannak. És nyilvánvalóan ezeknek az országoknak szüksége van valóban gabonára, repcére, napraforgóra, napraforgó olajra, tehát mindenre, amit igazából így az ukrán agrárium nyújtani tudott. De mondom, ez mindössze 2%-a annak, amit az ukránok elszállítanak. A többi értelemszerűen az az államháztartás javára megy, tehát ezeket értékesítik. De hát a közelmúltban ugye voltak már problémák, ugye Magyarországon, Lengyelországban is megállapították, hogy súlyosan GMO fertőzött, tehát egyfajta penészgomba támadta meg ezek a terményeket, és ezek emberi fogyasztásra alkalmatlanok. Plusz még olyan dömpingárakon akarta az Európai Unió ránkényszeríteni ezt a gabonát, ami a magyar gazdákat tönkretette volna, ugye több ízben nyilatkozott Nagy István miniszter úr is erről, hogy nem hagyja azt, hogy a magyar gazdák tönkre menjenek, mert értelemszerűen szinte áron alul kellene, vagy a termelési áron alul eladni a saját termékeiket, ugye, hogy pénzhez jussanak, de hát az meg értelemszerűen nem biznisz, hogyha olcsóbban adom, mint amennyit ráfordítottam az öntözésre, a műtrágyázásra, ugye meg a humán erőforrásra, hogy dolgoztunk itt a farmokon. De volt olyan eset is például, hogy már a libanoniak sem akarták ezt a gabonát átvenni, és utána egy olasz gabonakereskedő vette meg, és utána a földközi tengerről, ugye a hajó Libanon partjaitól Olaszország irányába vette az irányt, de vásárolt a gabonatőzsdék például Portugáliában is. És utána, hogy ők ezt hogy dolgozzák fel, hogy értékesítik esetleg más országokba, ugye arról nem szól a fáma, de minden esetre ez nem arról szól, hogy itt most az ukrán gabona nagy része, vagy szinte az egész, ami ugye mindig Brüsszel narratívája az az éhezőknek, meg szó sincs róla, itt több milliárdos üzlet van, ugye van egy gabonatős, de akik esetleg nem tudnák, nem foglalkoznak vele, ugyanúgy, mint a kőolajat, hogy mennyibe kerül egy nap egy barrel, ugyanúgy eldöntik, mennyibe kerül ugye egy tonna az adott gabonából, vagy mezőgazdasági terményből, és ezt azon a napi áron értékesítik, tehát itt műholdas telefonon értékesítik ugye már a hajókról, és azt határozza meg, hogy a hajó utána milyen irányt volt, Közel-Kelet, Dél-Kelet-Ázsia, vagy esetleg egy európai országba ezt kipakolják, és ezt az olcsó gabonát valamilyen formában felhasználják, vagy esetleg ott helyi gabonakereskedők majd tovább értékesítik ugye szomszédos országokba, esetleg átcímkézve, tehát ez sokaknak óriási üzlet, de mondom, nem csak arról szól, hogy az éhezőket ellátni, de viszont Putyin elnök, mondom, felszólalt és azt mondta, hogy ezeket az országokat ő ingyenesen ellátja gabonával, tehát ezt a kieső mennyiséget Oroszország pótolni fogja, ami természetesen mindamellett, hogy egy nagyon klassz cselekedet, mert ugye nyilvánvalóan emberek, akiknek semmi közük a hadurakhoz, a politikához, a terrorizmushoz, azok szenvedik meg, tehát az egyszerű lakosok, mondjuk Mogadisúban, Szomáliában a polgárháborút és a vihangásokat, tehát nekik ez nagyon jó, viszont Oroszország szempontjából is egy zseniális dolog, mert Oroszország ezáltal is megveti a lábát Afrikába. Néztem felvételeket Nigerből. Ugye a franciák nem hajlandók távozni, pedig már nincs áram, nincs víz a francia nagykövetségen. Megmondták a francia nagykövetnek az akkreditációját Niamey-ban, de egyszerűen nem mennek el. Ugyanúgy a francia katonák nem pakolnak össze a támaszponton. Nagy tüntetések is vannak Niamey-ben és más városokban, Nigerben, és egyre több helyen látszik az orosz zászló. Tehát ezek az országok, legyen az például Mali, legyen az Burkina Faso, legyen ugye, ahogy múlt héten megpucsolt Gabon,
világon. Ott lehet látni, hogy egyre jobban megy az orosz befolyás, és nyilvánvalóan, hogy Oroszország katonai segítséget nyújt, mondjuk akár még a Wagnerrel is, bár nem is tudni, kivezeti a Wagnert jelen pillanatban, hogy stabilizálja a helyzetet, pótolja mondjuk a nyugati katonák kiesését a dzsihadisták elleni harcban, plusz még élelmiszer segét is nyújt. Hát nyilvánvalóan ez ugye hosszú távon ahhoz vezet, hogy ezek az országok új partnerként tekintenek majd Oroszországra, és őt fogják preferálni mondjuk Franciaország, Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok helyett. Tehát jelen pillanatban én úgy látom, hogy két nagy szereplő van az afrikai kontinensen, ez pedig Kína és Oroszország. Nagyon érdekes volt a tegnapi találkozó, ahol Putyin többek között arról beszélt, hogy az orosz fél egyébként feléleszti ezt a megállapodást, vagy újra visszatér a gabonaüzlet újraélesztésére, de csak akkor, ha az orosz mezőgazdasági termékek exportját megszüntetik, vagyis bocsánat, az orosz mezőgazdasági termékek exportjának korlátozását megszüntetik, ugye jelenleg ezek szankció alatt állnak. Lehet-e megállapodás vajon hogy egyáltalán ilyenkor ki az, aki dönt a különböző szankcióknak az eltörléséről, mert azért, ahogy elnéztem, nem Erdogánon múlott ez a kérdés tegnap. Hát persze, hogy nem. Ez egyértelműen, hát itt ugye Egyesült Államok, Európai Unió. Tehát valóban, de nem csak az orosz mezőgazdasági termékekre, tehát mondjuk itt nem csak mondjuk az orosz kukoricaliszta tét, hanem például mezőgazdasági gépek is, tehát mondjuk orosz traktorok, amik azért ugye áramlottak be nagy mértékben az Európai Unióba, és más mezőgazdasági gépek. Ezen felül műtrágya például. Ugye Oroszország a világ, azt hiszem talán az egyik legnagyobb, vagy ha nem a legnagyobb műtrágya termelője. Szerintem Kína mellett és az Egyesült Államok mellett ő viszi itt a pálmát, és az orosz műtrágyára is ugye embargó van, behozatali tilalom, na értelemszerűen Oroszországnak azért ez valamelyest fáj. Ha annyira nem is viselik meg a szankciók Oroszországot, hogy ott jártam, ott tapasztaltam, hogy 2-3%-os általános áremelkedés van, de ugyanúgy megkapsz mindent a luxus cikkektől kezdve a prémium édességekig, de a különböző nyugati motorolajokig és szűrőkig mondjuk az amerikai gépekbe, tehát mindent. De ennek ellenére értelemszerűen azért a gazdaságnak jót tenne, hogy ezeket az embargókat, vagy ezt az embargók lényegében egy kicsit feloldanák, és mondjuk műtrágyát tudna értékesíteni. Mert ez a műtrágya kérdés is olyan, hogy nagyon sok országot sújt, akár az afrikai kontinensen is, mert ugye az orosz műtrágya a szerves része volt a mezőgazdaságnak, és hát hogyha ezt nem tudják szabadon eladni, például mondjuk európai kereskedőkön keresztül tovább értékesíteni mondjuk afrikai országoknak, akkor ez bizony hiányt jelent. Probléma volt az is mindemellett, ugye, hogy Brüsszel és az Egyesült Államok mennyire lesz hajlandó feloldani a szankciókat ez irányban, hát én kétlem, szerintem semennyire. És ugye Putyin elnök még kihangsúlyozta azt, hogy azért jól át is verték őt, mert egy esetben bizonyították azt, hogy az állítólagosan üresen visszatérő ukrán hajó az hadi anyagot szállított, tehát robbanó anyag maradványokat találtak a hajótérbe, amivel gabonát vittek ki, és valamit behoztak, és amikor ezt a hajót egyszer csak ellenőrizték, akkor rájöttek, hogy ez hadi anyagot szállított, holott ez tilos lenne, mert ugye a gabona egyezmény az csak civil célú élelmiszer szállításra vonatkozik, tehát nem lehet az, hogy kiviszem a búzát, aztán behozok mondjuk rakétákat. Ugye azt is mondta Putyin, hogy ezeket a humanitárius folyosókat, ahol szállítják a gabonát, Kijev a polgári létesítmények elleni terrortámadásra használta fel, miközben Oroszország egyértelmű garanciákat adott a hajózás biztonságára. De szerinted ezek csak ürügyök az orosz vezetés részéről? Mert nagyon nehéz ezt bizonyítani, bárha találnak lőszernyomokat, akkor abból el lehet indulni a fantáziánknak, hogy mire kellett. De hogy ez ürügy, mert hogy gazdaságilag szeretné Putyin meggyengíteni Ukrajnát és akár az Európai Uniót is, vagy tényleg voltak ilyen incidensek, és hogy arra lennék kíváncsi, hogy ez Putyinnak egy fontos kérdés, hogy tehát mi a fontosabb, hogy az Európai Uniót meg Ukrajnát gyengítse gazdaságilag, vagy az országának a biztonsága kérdései miatt csinálta meg. Tudom, hogy bonyolultan tettem fel a kérdést, de szerintem érted. Nem, megértem, de figyelj, hát ez egy egészséges kombója igazából mindkét faktornak. Tehát nagyon fontos Oroszország biztonsága, és ugye ez a hajózási útvonal most ez olyan, mint egy légi folyosó, tehát ezt igazából mondjuk csak polgári gépek használhatják, tehát ott mondjuk nem megengedett katonai repülők útvonal tervezése, illetve kihasználása, ez ugyanolyan a hajózási útvonalon, tehát itt megállapodás
tották, hogy csak ugye olyan hajók mehetnek át, amelyek gabonát szállítanak és üresen térnek vissza. És ha most ezt a hajózási útvonalat például arra használják, hogy ott naszádok például vízidrónokat vagy légidrónokat engednek el, hogy Oroszországot támadják, nyilvánvalóan akkor megszekték ezzel az egyezményt, hogy ez valóban itt történt-e. Hát ugye ennek csak azok a tudói, akik ott vannak, és radarosok például, tehát meg tudták állapítani a radar szignatúráját ezeknek az ukrán fegyvereknek, amennyiben ez tényleg megtörtént, de mondom, itt csak találgatni lehet, és ugye az orosz fél azt állítja, hogy így volt, az ukrán fél ezt tagadja, tehát nagyon nehéz innen most nem az, hogy a stúdióból, hanem egy szállodai szobából ugye ezt megállapítani. Elképzelhető, azért tudjuk, hogy az ukránok ugye mindig esküdöztek égre földön, hogy nem fogják Oroszországot megtámadni. Rendszeresen most már napi szinten indítanak támadásokat tüzérséggel és drónokkal orosz területek ellen. Tehát itt nem az elcsatolt területekről, Lugansk és Donetsk népköztársaságokról beszélek, vagy nem a Krimről beszélek, hanem orosz anyaországról, amelyik soha nem volt Ukrajnának a része. Úgyhogy támadás éri az ott lévő falvakat, tehát nincs kizárva, és ugye, hogy lövik a civil célpontokat, meg kell még említsem, ugye Donetsk, ahol voltam, ott meghalt egy 6 éves kislány, mert több rakétát kilőttek egy bevásárló központra, ami hát nyilvánvalóan ugye nem egy katonai célpont. Egy utolsó kérdés ehhez a témához még, hogy láttuk azt, hogy az elmúlt hetekben azért mintha lett volna feszültség Törökország és Oroszország között, pont a tengeri incidensek miatt, illetve a gabona szállítás kérdés miatt. Most, hogy egymás szemébe nézett Erdogán és Putyin, vajon ez változik-e? Illetve Erdogán azt mondta, hogy az ukrán konfliktus kapcsán szívesen vállal közvetítő szerepet a felek között. Ugye Erdogán az a vezető, akivel azért időnként még Zelenszkij is szóba áll, tehát annak ellenére, hogy köztudott a jó kapcsolatot ápol Putyinnal. Látsz-e arra esélyt, hogy javulnak az orosz-török kapcsolatok, és látsz-e arra esélyt, hogy Erdogán akár tényleg tud közvetíteni Oroszország és Ukrajna között? Figyelj, nem olyan rosszak a kapcsolatok, mert ha megnézzük, Törökország körülbelül úgy áll, mint hazánk, hogy azért az iparhoz és a háztartásokhoz felhasználandó fosszilis energiahordozók jó 60%-a Oroszországból érkezik, tehát kőolaj és földgáz. Erre szüksége is van. Értelemszerűen vannak geopolitikai és geostratégiai különbség a két ország között, hiszen Törökország a NATO-nak a tagja, erőszövetséges az Egyesült Államoknak, az egyik legnagyobb NATO hadsereget adja. Bár ennek ellenére, hogyha visszavonultok a múltban, azért nagyon sokszor vásároltak például orosz fegyvereket, ami az Egyesült Államoknak nagyon nem esett jól, hiszen ugye mi az Egyesült Államok érdeke, hogy amerikai fegyvereket adjon el a szövetségeseknek. Ráadásul Törökország NATO tagállam, ugye? Hát ezt mondom is, az egyik legnagyobb NATO hadsereg, tehát brutális, tehát ott itt az eurázsiai térségben a legerősebb hadsereggel Törökország rendelkezik. Tehát persze, hogy vannak azért politikai különbségek, mind a mellett a két elnök nagyon jól megérti egymást, tehát már többször találkoztak, baráti a hangulat. Nyilvánvalóan, amikor arról beszélnek, hogy Törökországba építsenek ki egy közös energetikai elosztóközpontot, onnan országokat el lehet látni köztük, akár Magyarországot is ugye energiával, akkor nyilvánvalóan nincs miről beszélni, tehát baráti országokról van szó, akik a jövőben közösen gondolkodnak. Az, hogy most a NATO-nak ugye Ukrajnával kapcsolatban más elképzelése van, nyilván Törökország ezt szem előtt tartja, de én azt mondom, hogy Erdogán elnök úr nagyon hasonlít ebben Orbán Viktorhoz, hogy a magyar érdekek az elsők. Tehát, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a magyar emberek érdekeit tartja mindig szem előtt, mikor egy politikai döntést hoz. Ugyanígy van Erdogán elnök úr is, a török emberek érdekeit, a török gazdaság érdekét nézi, és természetesen itt bármit mondhat Brüsszel, bármit mondhat Washington DC, értelemszerűen úgy fog dönteni, hogy az a törököknek jó legyen, és a török gazdaság javát szolgálja. Tehát ő mindig is arról volt híres, tehát ő azért nem kezdte a politikai pályafutását, és nyilvánvalóan nem lenne ilyen régóta a Törökország élén, hogyha amit csinál, rosszul csinálna, és hát nyilvánvalóan most is olyan döntések születtek, amik azért mind a két országnak jók, mert hiszen, hogyha egy szövetségről beszélünk energetikai szinten, akkor nyilvánvalóan a politikában és a gazdaságban a többi lépést is úgy fogom végrehajtani, hogy ezt a barátságot, ezt a szövetséget ne veszélyeztessem, mert Törökország egy hatalmas állam, hatalmas iparral rendelkezik, de sajnálatos módon ugye minimális földgázzal rendelkezik, ha jól tudom, kőolajjal egyáltalán nem, úgyhogy neki is ugye pótolnia kell, nagyrészt Oroszországból, de ott van Azerbajdzsán, aki ugye nekünk is például fontos partnerünk, most például Szijjártó miniszter úr is találkozott ugye azéri tárca kollégájával, tehát minden ország most jelen pillanatban azon van, hogy az energia
ellátását biztosítani tudja, és itt Oroszországot jelen pillanatban igazából senki nem tudja megkerülni, még Kína és India sem, ilyen óriási országokról beszélünk, hát nyilvánvalóan Törökország sem, ugye, aki pont itt van, ahogy igazából Magyarország is való kelet és nyugat között helyezkedik el, és ugye NATO tag szeretne Európai Uniós tag is lenni, holott Brüsszel már többször átverte, úgyhogy nem tudni abból lesz-e valami, lesznek-e érdemben ugye tárgyalások Törökország felvételére, hanem az nyilvánvalóan ugye Törökországot is egyre jobban Oroszország felé és Kína felé fogja majd nyomni, hiszen szükség van erős gazdasági szövetségekre, szükség van új piacokra nyilvánvalóan a török termékek számára, és erre például ugye Oroszország és Kína igencsak kitűnő, hiszen hatalmas lakosság számmal rendelkezik, gazdaságilag erős és nagyon jó felvevő piac. És hát nem Erdogán az egyetlen, akivel találkozott Putyin, hanem állítólag még ebben a hónapban Kim Jong-un észak-koreai vezető Oroszországba utazhat, hogy találkozzon Putyinnal. A megbeszélés fő témáját a fegyvereladások képezhetik, ez pedig akár döntő befolyással bírhat az orosz-ukrán háború kimenetelére, ami szorongással tölti el a Fehérház képviselőit Washingtonban, a The New York Times cikkét idéztem. Állítólag egyébként majd Vlagyivosztokba utazik Kim Jong-un a híres páncélvonaton, és itt fog találkozni Putyinnal. Szerinted reális-e az, hogy tényleg a két vezető egymás szemébe néz, és van-e jelentősége ennek a találkozónak? Figyelj, teljesen reális. Azért, hogyha megnézzük Észak-Koreát, ugye valóban nagyon közel van Oroszországhoz, van egy kis közös határuk is, úgyhogy én is, amikor ott jártam jó pár évvel ezelőtt Pyongyangban, például találkoztam ugye orosz turistákkal, akik átjöhettek a határon Vlagyivosztokból, és azért Kína mellett a legfontosabb szövetségese Észak-Koreának Oroszország. Nyilvánvalóan, hogy ez a két ország nem lenne, akkor már vagy egy parás háborúba tolott volna az észak-dél-koreai viszony, vagy pedig súlyos gazdasági problémákkal nézne szembe Pyongyang, de mondom, a két ország stabilizálja, hiszen azért mind Kínának, mind Oroszországnak nem rossz, hogy ott a NATO popsiában van egy ilyen hatalmas nagy acéltüske, amit Észak-Koreának hívunk, és ezzel igazából egy kicsit ott a pacifikus térségben, tehát a csendes óceánnál sokba lehet tartani a NATO-t, hogy van egy ilyen óriási, közel másfél milliós hadsereggel rendelkezve, ha tartalékosokat is beleszámítom, egy ország, amelyik ugye szembeáll a NATO-val, szembeáll nagyon élesen az Egyesült Államokkal, Japánnal és Dél-Koreával. Úgyhogy fontos lesz ez a tárgyalás. Nem az első alkalom, ugye, hogy páncélvonatra ült egy észak-koreai vezető, és elment még akár egészen Moszkváig is. Úgyhogy izgalmas lesz, itt szóba került már lőszereladás például. Ugye nagy mennyiségben állítanak elő például 762-es lőszereket az AK-47-es Kalasnyikov gépkarabélyhoz, de ugyanúgy tüzérségi eszközöket, és nagyon jó például ugye az országban fejlesztett Rodong és Tepadong rakéták is, ezekből még Irán is vásárolt, mielőtt fejleszteni kezdte a saját rakétatechnikáját. Pont akkor, amikor ott jártam, a mi gépünkkel egy időbe szállt le egy iráni katonai gép, ahol magasrangú katonai vezetők érkeztek Teheránból, hogy rakéta vásárlásokról és közös fejlesztésekről tárgyaljanak. Úgyhogy nyilvánvalóan Észak-Koreának szüksége van sok dologra, technológiától kezdve, élelmiszerre, egyéb fejlesztésekre, és cserébe nyilvánvalóan tud fegyvereket adni, sőt már azt is felajánlotta egyszer, hogy akár az észak-koreai speciális alakulatból kimehet több katona önkéntes alapon, tehát itt több tízezerről beszélünk, harcolni ugye a front legmacerásabb részeire. Nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni, fegyver és lőszervásárlás esetleg ez benne van, sőt ugye szóba került, hogy a német sajtót ez ma hajnalban bejárta, egy közös észak-koreai orosz hadgyakorlat is. Azért egyre több a közeledés ugye itt az orosz-ukrán háború kapcsán, ahogy te is említetted, Észak-Korea és Oroszország között, és azt látjuk, hogy mit kap Oroszország, tehát hogy fegyvereket, lőszereket, az egy nagyon fontos dolog volt az Oroszországnak a háború egy bizonyos szakaszában, akár katonákat is, de mit kap Észak-Korea? Hát, ahogy mondtam, Észak-Koreának is rengeteg dologra szüksége van. Ha megnézzük a gépkocsi parkját, nagyon elavult, tehát szüksége van teherautókra, szüksége van személygépjárművekre, szüksége van olyan technológiára, akár mint mikrocsippek, jó, ezt akár mondjuk Kínától is megkaphatja, de élelmiszert is megemlíteném például, ugye gabonát, egyéb mezőgazdasági termékeket, azért aki már járt Koreába, akár északba, akár délbe, tudja, hogy azért egy kis
rizstermesztésen, akár itt a hegyi rizst is, amit ugye, ami sokkal kevesebb víz kell, tehát öntözéssel megoldható teraszokon például, amit Észak-Koreában is termelnek, tehát nem elég a lakosság ellátásához, tehát folyamatosan behozatalra van szükségük, ugyanúgy, hogy Dél-Koreában is, ott is ugye van ez a teraszos termelés, de ugyanúgy délen például lehet a rendes, megszokott, tehát árasztott földeken való rizstermelés, de emellett szinte mindenre behozatalra van szükség, ugye főleg északon, ahol kevés a termőföld, hegyek vannak, tehát eleve a földtani domborzati viszonyok nem alkalmasak arra, hogy farmokat létesítsenek. Úgyhogy az élelmiszer az nagyon fontos, és mondom, üzemanyagtól kezdve rengeteg dolog, ugye, tehát az ország nem áll jól gazdaságilag, és szinte minden téren behozat arra szorul. Tehát bármit kap, mondom, legyen üzemanyag, gépjárművek, élelmiszer, az nagyon fontos. Akár ugye megemlítettem még a gyógyszereket és orvosi eszközöket szintén. John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője azt arra kérte Észak-Koreát, hogy hagyjon fel az Oroszországgal folytatott fegyverkezési tárgyalásokkal, és tartsa be fennyen nyilvános kötelezettségvállalását, miszerint nem szállít vagy ad el fegyvereket az oroszoknak, az Egyesült Államok azonnali lépéseket tesz, amennyiben Észak-Korea mégis fegyvereket szállít Moszkvának. Mi lehet az Egyesült Államoknak a reakciója erre, válaszlépése? Hát nem tudom, rázzák maximum az öklüket majd egy sajtótájékoztatón a Pentagonban vagy a Fehérházban. Nyilvánvalóan nem fognak belemenni egy háborúba az észak-koreai hadsereggel, mint említettem, tartalékosokkal együtt durván 1,5 millió katonát számolnak. Fel vannak szerelve rakétákkal, vannak nukleáris fegyvereik. És azért én, ahogy Kim Jong-unt ismerem, jó, nem ismerem, de ami napi szinten elmond ugye a rádió és tévé nyilatkozataiba, egy veszélyes ellenségnek tartanám. Tehát a rakétái elérhetik akár a Hawaii szigeteket, csak egyes szakértők szerint elérhetik most már Los Angeles-t és San Francisco-t is. Tehát nem reszkíroznám azt, hogy esetleg taktikai nukleáris fegyvereket vessen be az Egyesült Államok területén, azért, mert mondjuk egy meggondolatlan lépésbe az Egyesült Államok bármilyen katonai akciót kezdeményezne ellene. Nyilvánvalóan ez a Kínával való kapcsolatát az Egyesült Államoknak szintén veszélyeztetni, hiszen Kína is többször figyelmeztette már a Fehérházat, hogy nem tűri el, hogy Kína ajtajában, tehát Észak-Koreában ugye közös határban egy katonai konfliktus robbanjon ki. Tehát ez ott a pacifikus térségben egy iszonyatos háborút okozna, aminek Japán szintén nem örülne, mert ha mondjuk egy nukleáris háború történne a koreai félszigeten, hát Japán ott van Anteportas, ugyanott van Kína, ott van Taiwan, ott van ugye a többi ázsiai országok környéken, tehát senki nem örülne annak, hogy ott atombombákkal lövöldöznék egymást, és mondom, azért elrettentésképpen több nukleáris fegyverrel és tényleg elég kifonomult nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal rendelkezik Észak-Korea, amit ő még annó, ha jól emlékszem, az orosz, illetve még szovjet SS-20-asokból fejlesztett tovább. Kérdés csak az, hogy vajon van-e kellő visszatartó erő, hogy Észak-Korea mondjuk ne kövessen el meggondolatlan lépéseket, és kérdezem ezt azért, mert rendszeresen látunk azért olyan kísérleteket, olyan hadgyakorlatokat, ami meg talán jogosan gerjeszt félelmet akár a szomszédos országokban. Nyilván, de hát ez most olyan, hogyha megnézzük, az Egyesült Államok is minden évben rendez egy nagy hadgyakorlatot, szárazföldi, tengeri és lédi hadgyakorlatot Dél-Koreával. Ez évtizedek óta így van, és akkor mindig megy a karcsörgetés ugye az északi oldalról, de ugyanúgy, hogyha északon fellőnek mondjuk kísérleti célokkal egy rakétát, vagy föld alatti nukleáris robbantást hajtanak végre, akkor nyilvánvalóan akkor megy a karcsörgetés Washington DC-ben és Dél-Koreában, hogy hogy tehetik ezt, és megint háborús veszély van. Nyilvánvalóan azért minden vezető beleértve itt az észak-koreai vezetőt, Kim Jong-un-t is, van annyira bölcs és megfontolt, hogy nem akar belemenni egy háborúba, aminek nem tudnák a végét. Látjuk, ugye láttunk egy két blitzkrieget, villámháborút ugye a második világháborúban, amikor Hitler azt hitte, hogy jó, majd átgyalogol itt az egész világon 3 hét alatt, hát nem jött össze. Ugyanúgy ugye blitzkriegnek indult a különleges hadművelet, eltart most már 1,5 év, és valószínűleg 2 évig is el fog tartani. Tehát láttuk ugye Afganisztánt hány évig tartott? 20 évig. Irak 8 évig. Tehát belemenni egy háborúba, úgyhogy nem tudom, hogy annak mi a vége,
És pont most, ugye, amikor az Egyesült Államok azért fegyverrel, pénzzel, paripával, mindennel támogatja Ukrajnát, tehát most elkezdeni egy második frontos háborút, annak nagyon nem lenne jó vége, és mondom, azért ott van Kína, aki ezt nagyon nem venni jó néven, és nem tudni, hogy Kína is mit lépne. Elképzelhető, hogy beszállna a háborúba Észak-Korea oldalán. Úgyhogy ebbe belemenni szerintem itt nagy szavak hangzanak el, de azért minden vezetőben legyen az Joe Biden, ha ő nem is, de a tanácsadói mondjuk, azért tudnák, hogy ebbe most belemászni nem lenne egy áldásos dolog, mert nem tudni, mi lenne ennek a háborúnak a kimenete, akár mondom egy nukleáris holokauszt is, és hát azt azért köszönjük szépen nem kérjük. Mi legalábbis átlag emberek itt Európában, vagy akár Ázsiában nem. Washington azt mondja még, hogy még ennél is aggasztóbb, mármint hogy a fegyverszállításon túl is aggasztóbb, hogy Kim Jong-un olyan tudás birtokába juthat az oroszok révén, aminek segítségével áttörést érhet el a nukleáris fegyverprogramjában. Erről mit gondolsz? Nem hinném. Azért nézd meg például, Oroszország nagyon jóban van Iránnal. Tehát tényleg nagyon klassz kapcsolatokat ápolnak, energetika terén, technológia transfer terén. Nézd meg, állítólagosan ugye Shahid drónok érkeznek Oroszországba, egyik ország sem erősítette ezt meg, tehát vagy így van, vagy nem. Viszont az tény, hogy már jövőre el akarnak kezdeni ugye drónokat gyártani egy közösen Moszkva mellett már épülő hatalmas ipari parkban, tehát lesznek katonai drónok, amelyek közös fejlesztés. Nyilvánvalóan Oroszország akarta volna azt, hogy Amerika ellenségei nukleáris fegyverekhez jussanak, már megoldotta volna, semmiből nem állt volna neki átadni olyan technológiát, hogy mondjuk urániumot tudjanak 90% fölé dúsítani, ugye speciális centrifugákra van szükség. Ezt ugye úgy lehet megszerezni, vagy kémkedés útján, vagy úgy, hogy valahonnan megveszik ezt a technológiát, például Pakisztánnak sikerült ugye kémkedés útján ezekhez hozzájutniuk. Na, tehát már megoldhatta volna, már lehetne akkor akár Iránnak, de lehetne akár Pyongyangnak, Észak-Koreának is nukleáris fegyvere, ez nem történt meg. Nyilvánvalóan Oroszországnak is az az érdeke, hogy olyan országok legyenek csak nukleáris fegyverek birtokában, akik ezeket nem is akarják bevetni, hanem elrettentésre kell, hogy legyen egy bizonyos egyensúly, mint amilyen volt a hidegháborúban is. Ugye volt a SALT 1, SALT 2 megállapodás, amely korlátozta a nukleáris fegyvereknek a számát, direkt azért, hogy a nukleáris háborút elkerüljék, tehát ne lezőn nyakló nélkül, én csinálok egy hidrogénbombát, én csinálok egy plutóniumbombát, és próbáljuk egy mást ugye toppolni, hogy kinek milyen tömegpusztító fegyvere van, hanem ezeket utána szigorúan ellenőrizték, ami egy remek lépés is volt, tehát ennek itt tényleg fiatal koromban mindenki örült, amikor ezek a megállapodások ratifikálásra kerültek. Tehát nem szeretné Moszkva azt, hogy most tényleg mindenki rendelkezzen mondjuk plutónium bombával, mert azt előbb-utóbb valaki bevetné. Tehát nem, most van néhány ország, akinek van atomfegyvere, ez egy bizonyos balanszot, ugye, ha megnézzük most például India és Pakisztán közt ugye, az ellentéteket, azért mind a két ország rendelkezik nukleáris fegyverekkel, és ez visszatartja őket, hogy mondjuk egyik vagy másik ország most hirtelen lerohanja Kasmírt, mert ugye területi követeléseik vannak egymással szemben. Úgyhogy én azt mondom, ez a veszély szerintem, de mondom, én csak mint egyszerű mezői újságíró úgy látom, hogy ez a veszély jelen pillanatban nem áll fent. Na, más téma. Kötelező lesz az orvosi szférában dolgozó és gyógyszerész nők katonai nyilvántartásba vétele október 1-től Ukrajnában. Eddig ez önkéntes alapon történt a nők esetében, viszont a Védelmi Minisztérium most ezt a döntést hozta, és arról számolt be, hogy a határátlépés esetén nem von maga után korlátozásokat a katonai regisztráció. A nők nyilvántartásba vételének ötlete már a háború kitörésekor is felvetődött, a kérdést végül egy évvel elhalasztották, ezt írja az Index, és ugye egy tegnapi hír, hogy Lengyelország pedig elkezdte kiadni azokat a katonákat, akikről azt állapították meg valamilyen úton, módon, hogy illegálisan lépték át a határt, vagy illegálisan menekültek el, vagy kenőpénzt fizettek. Mit jeleznek ezek az események számodra, és mennyire lehet arra számítani, hogy akár nőket is besorozhatnak, nyilván itt most még elsősorban az orvosi szférában dolgozókat látjuk, illetve akár előfordulhat az, hogy a külföldről visszatoloncolják a katonakorú embereket.
Hát igen, ez aggasztó, hogy Lengyelország elkezdte kiadni a katonakorú férfiakat Ukrajnának. Nagyon sok negatív kommentet olvastam a német sajtóba például. Sokan azt mondják, hogy persze, mikor valaki idejön, nem tudom, valonnan közel-keletre, vagy Afrikából is csak kimondja a bűvőszót, hogy azül, hogy menedékük, azt rögtön befogadják, lakás kap, pénzt kap, megkap minden támogatást, de valaki nem akar meghalni egy háborúba, amiben ő nem hisz, nem akar meghalni egy vezetőért, akit ő nem szeret, akkor azt meg visszatoloncoljuk, és megy a frontra, és utána megölik. Tehát hol van itt a humanitárius gondolkodás? Tehát mondom, ez nagyon-nagyon nem tetszett a németeknek, több száz ilyen komment ment minden nagy napilapba, vagy pedig weboldalon, ugye, amik megjelentek, hogy az emberek ezt mélységesen elítélik Németországban. Nem jó, tehát ez tényleg nem jó. Tehát ha valaki elmegy, mert nem akar katona lenni, mondjuk a vallása tiltja, vagy egyáltalán a lelki alkata nem alkalmas arra, hogy katonának menjen, mert azért valljuk be, a legtöbb ember nem arra született, hogy mondjuk kimenjen a frontra, lelőjön valakit, vagy őt lőjék meg. Tehát ez egy speciális lelki beállítottság kell szerintem. Mi mindig jónak tartottam, ha egy ország önkéntes hadsereggel rendelkezik, olyan fiatalok lépnek oda be, lányok és fiúk, akik ezt szeretnék csinálni, akik az életüket erre fölteszik. Ez az egyik. A másik az, hogy szegény, gyönyörű ukrán lányoknak be kell vonulniuk, tehát ez szívszaggató, mert valóban csodaszép lányok vannak Ukrajnában, akár csak Oroszországban, és mint férfi én úgy látom, hogy egy nőnek nincs keresni valója a fronton, ez most nem hímsovinizmus, hanem ha szereted a lányokat, ha tiszteled őket, becsülöd őket, akkor nem akarod azt, hogy egy lány kimenjen a frontra és megnyomorodva jöjjön vissza, mint ahogy egy CNN dokumentáció bemutatta, hogy hány sérült lány jött már vissza, akik önkéntesen például harcoló alakulatokban vannak, vagy akár egészségügyi alakulatokban. Tehát tényleg ilyen modellalkatú, gyönyörű szőke lányok ne műlábakkal, meg művégtagokkal kelljen utána éljenek, hanem egy normális életük legyen, éljék meg a fiatalságukat, tanuljanak, dolgozzanak, utazzanak, élvezék az életet. Tehát, de ugyanez vonatkozik a fiúkra is, hogy ennek a háborúnak minél véget kell, hogy vessünk tárgyalásokkal, tűzszünettel, hogy több ember ne halljon meg, mert mondom, borzalom, amit az ember a fronton tapasztal, ezt most ugye saját tapasztalatból beszélem, és mondom azt, hogy már a lányokat be akarják vonni, sőt, olvastam most cikkeket, hogy már a 16 éves fiúk regisztrációját is meg akarják kezdeni, és hogy nem fogják őket kiengedni az országból, hogy ahogy a 18. életüket betöltik, be tudják őket hívni, és ez ugye mit mutat? Azt, hogy Ukrajna egy hosszan elhúzódó háborúra számít. Te vettél részt olyan műveletben bármikor, amikor hölgyek is voltak egyébként a csapatban, osztagban, kommandóban? Nem, szerencsére nem, és sok ország óckodik is attól, hogy harcoló alakulatokban legyenek a nők, mert ugye mi férfiak olyanok vagyunk, hogy akkor rögtön jön ez a védelem. Tehát abban a pillanatban te elhagynád valószínűleg a géppuskafészkedet, és oda rohannál, hogy a sérült bajtás nődnek segítsél, őt bekötözd, gyámolíts, morfiumot adj neki, vagy bárhogy ellást, és ezzel akár az egész alakulatodat, az egész bevetést is ugye veszélyeztethetnéd. Tehát ez bennünk van férfiakban, mondom, ez nem hímsovinizmus, hanem ez egy egészséges, genetikailag bennünk lévő ösztön, hogy elesetteknek, gyerekeknek, nőknek, akik nálunk gyengébbek, ösztönösen segítünk. És ez benne van, tehát ezért is például Izraelben, hogy a lányoknak is be kell vonulni katonának, de nem tudom erről. Szerintem majd Robertet kérdez meg, de én úgy tudom, hogy volt már olyan, hogy beosztottak harcoló alakulatokba a lányt, és kivonták őket direkt azért, mert a férfiak utána mindenhol segíteni akartak nekik, nem akarták azt, hogy sérüljenek, bajuk legyen, de mondom, ez teljesen normális, ez tényleg, ez nem túl jó az, hogy lányok vannak a fronton, bár mindig is voltak ápolónők, mindig is voltak orvosnők, ugye az első világháborúban is, vagy megnézzük például Pearl Harbort, ugye a japán támadást, a Hawaii támaszpont ellen, tehát a nők mindig kivették azért a részüket nagyon komolyan tényleg a fronton, az első vonalban a háborúból, de mondom, nem kellene, tehát a háború szerintem most ez olyan macson hangzik, egy férfi dolog, egy gonosz dolog, és mondom, lányok ne legyenek ott, mert ahhoz
azt mondom, mi egészséges férfiak túlságosan szeretjük őket. Na végül egy utolsó kérdés, hogy én egyébként biztos vagyok benne, hogy vannak olyan lányok, akik kifejezetten jól tudnak harcolni, mert mondjuk erre születtek, vagy ez érdekli őket, vagy a fizikai képességük is olyan, de nyilván azért például egy háborúban legalábbis én azt gondolom, hogy nem állnak sorba azok, akik eddig nem mentek el a háborúba, tehát hogy nyilván ezeknek van egy ilyen kényszersorozási íze. Mit tudnak csinálni egyébként azok az emberek, akik akár nem kaptak kiképzést, akár lányok, akár fiúk, de mondjuk gyengébbek, vagy akár egy tényleg, soha ne jusson el oda, de mondjuk tényleg egy 16-18 éves korú fiatal, tehát hogy ilyenkor velük mi történik a fronton? Elmennek valahova kiegészítő, tehát kaját csomagolnak, meg ilyen feladatokat látnak el, vagy ők mit csinálnak a fronton? Hát ez az, hogy mit csinálnak a fronton, tehát hogyha nincs egy normális kiképzésen, minimum egy 8 hetes alapkiképzésen, kimész a frontra és meghalsz. És szintén itt most saját tapasztalatból tudom, hogy egy kárpátaljai kollégámnak behívták az egyik rokonát, hát aki minden csak nem egészséges, minden csak nem talpra esett, minden csak nem katonának való. Megígérték, hogy kapnak egy alapos kiképzést, ennek ellenére kaptak egy egyenruhát, kivitték őket Bakhmut környékére a frontra, le kellett adniuk egy sorozatot egy AK-47-es gépkarabéból, ugye közismertebb nyelvén a kalasnyikovból, és utána beosztották őket különböző lövészárkokba, és amikor kérdezték az ott lévők, hogy hát mikor kapjuk a kiképzést, mondták, ez volt a kiképzés, és kb. Kús, és mennek meghalni. Tehát jelen pillanatban nincs arra ideje az ukránoknak, hogy egy alapos kiképzést adjanak ezeknek az embereknek, hanem mennek a darálóba, és hát ha gondolok mondjuk egy tizenéves látsz, akinek a lelki beállítottsága olyan, hogy verseket olvas, és nem tudom, szereti a művészetet, de életében még nem fogott fegyvert, nem is szándékozott fegyvert fogni, az le fog fagyni. Tehát az abban a pillanatban, hogy megjelenik mondjuk egy orosz katona, lefagy, nem tudja, mit csináljon. Járt így nekem például még egy magyar barátom hosszú évtizedekkel ezelőtt, ő is olyan volt, hogy rohadtul nem akart katonának lenni, beosztották a határőrséghez, és mondja, hogy első vagy második éjszakája volt, már nem emlékszem, mert mondom, több évtizedes sztori, mondja, ült fent a magaslesen, és hall valami motozás, lenézett, és jött fel egy fickó egy rohadt nagy konyhakéssel a kezébe, és mondta, hogy add ide a gépfegyvert. És mondja, hogy úgy megijedt, hogy a rábízott szolgálati AMD gépkarabét azzal a lendülettel át is adta a fickónak, aki megfogta az AMD-t, utána lemászott és ment át a határon Ausztriába. Na, lényeg az, hogy hát őt persze a bíróság elé állították nyilvánvaló, de csak azt akarom ezzel szignalizálni, hogy vannak emberek, akik lefagynak, nem tudnak mit csináljanak, hogyha valaki megjelenik, hiába van náluk lőfegyver. Ezek utána jó esetben hadifoglyok lesznek, rossz esetben viszont, ha mondjuk egy olyan rohamosztagossal kerülnek szembe, akiben tényleg ott benne van a lendület, az egyszerűen lead két gyors sorozatot, és már rohan is tovább, és két fiatal ott fekszik holtan. Tehát magam is láttam ilyen felvételeket, hogy lefagytak ukrán katonák, nem tudták, hogy mit történik, amikor felszólították őket, hogy dobják el a fegyvert, csak álltak hatalmasan nyílt pupillákkal, és két másodperc múlva ott feküdtek halottan a lövészárokba. Tehát ez történik velük. Tehát mondom, kiképzés nélkül embereket kiküldeni a frontra, az gyilkosság, és annak nem lesz jó vége. Tehát azért is ugye sokan dezertálnak. Pont a fronton hallottam olyat, hogy kényszersoroztak egy orosz kisebbséghez tartozó férfit, tehát behúzták az ukrán hadseregbe, és utána ő annyira nem szereti az ukránokat, és annyira bízik az orosz győzelembe, hogy fogott egy rádiót, ráhangolta az orosz csapatoknak a frekvenciájára, és légicsapást kért a saját állására, mert mondta, hogy inkább ő is meghal, de ő nem fogja a sajátjait legyilkolni, és utána az orosz parancsnok azt mondta neki, hogy oké, kapsz 5 percet, tűnj el onnan. Ki is használta ezt az 5 percet, sikerrel utána át is jutott az orosz vonalakon, mielőtt légicsapást mértek erre az állásra. Tehát mondom, ilyen dolgokkal szembesülsz a fronton. Hát tényleg azért imádkozunk, hogy legyen mielőbb vége, mert így van. Ez teljesen katasztrófa. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy most is elmondtad az aktuális információkat, amelyek talán sikerülnek, vagy segítenek jobban megértetni, hogy mi zajlik a geopolitikában és a fronton. Geo Spötlivel beszélgettünk, köszönjük szépen. Így van, és a hétvégén már nem ilyen luxus körülmények között fogunk találkozni, hanem az ománi szultanátusból körülbelül a sivatag közepéről. Úgyhogy majd onnan is persze azért küldök izgalmas képeket, hogy hol vagyok, mit csinálok éppen, meg hát el is mesélem nektek.
Ez volt a Frontember, legyen mindenkinek szép a napja, viszont látásra, viszont hallásra.